Mai műsorunk tartalmából. Elkezdődött atlétikában a pályaidény. Győzelem női kosárlabdában. Az ötvösben a sportot és magukat is reklámozták. Süttő ellen sütötte a pecsenyéjét a TAC. A Csepel ellen kovácsolta meg az ezüstérmet a TAC női kézilabda csapata. Megjött a szép idő, és ezzel együtt elkezdődött a pályaidény atlétikában. Az első versenyt a Városi Diáksportbizottság szervezte meg az edzőtáborban. A körzeti diákolimpián először a negyedik korcsoportos lányok és fiúk versenyeztek. Ideális időben szép számú mezőny indult. A 100 méter távolugrás, kislabdaítás, 800 méterből álló csapatverseny mindig nagy küzdelmet hoz a Kőkuti és a Vaszeri között. Ezt a versenyt követi majd a megyei és az országos diákolimpiai döntő. Ennél jobb időt nehéz elképzelni, hogy atlétika versenyre kezdődött a pályaidény. Hogy indult a Vaszarinak? Igen, az időjárás nagyon kedvezett. Hát az eredmények egyelőre még rejtély alatt vannak, úgyhogy izgalmasan várjuk majd az eredményhirdetést. Ugye ez most a negyedik korcsoport, vagy aztán jövő héten jönnek a többiek. Melyikbe érez legtöbb esélyt? Hát én azt gondolom, hogy itt, ha a lányoknak jól jött ki a versenyzés, és hozták a formájukat, akkor ők megszoríthatják a Kőkutat, ugye mindig is ők az ellenfelek. Egy ilyen versenyen én azt gondolom, hogy ha ez jól jött ki, akkor a lányoknál is, de akár a fiúknál is lehet ilyen meglepetés. Gondolom minden korcsoportban lesz legalább egy, de valahol két csapat? Igen, a negyedik korcsoportban is két-két csapatot indítottunk, és ezt tervezzük a jövő héten a második és a harmadik korcsoportban is. És itt majd a versenyszituációban kiderül, hogy kik azok, akik a legjobbat teljesítik. Elég korán van most a verseny, sikerült azért felkészülni? Nagyon nem ért meglepetésként számítottunk erre, de valóban ez az időpont, ez egy korai időpont, még egy héttel később szokott lenni, április vége, május eleje. Hát tudomásul vettük, és amennyit tudtunk, készültünk. Majd a megyén jobban megy. Azon leszünk feltétlenül. Ahhoz ez egy nagyon jó felkészülés volt. Nincs sok idő a következő megmerettetésig, hiszen május első hetében már a megyei döntőn kell helyt állni. Aki pedig ott is sikeresen szerepel, készület az országos döntőre. Az utóbbi években a városi iskolák rendszeresen jó szerepelnek az atlétikai diákolimpia országos döntő különböző korcsoportjaiban. És ha ma minden igaz, akkor már 8 éve működik a Tatai Ötvös Gimnáziumban a sporttagozat. Az évfolyamonként egy osztály jól illeszkedik az ötvös pedagógiai programjába. Az 1980-as évek elején dolgoztak az iskola a fakultatív oktatási forma és a szakosított tantervi osztályok előnyeit ötvöző programokat. Persze az iskolában nem csak a sporttagozatba járó diákok sportos felkészítése fontos. A testnevelő tanárok által kidolgozott módszer alapján mérik a tanulók fizikai állapotát. Most már a középfokú intézmények valamennyi évfolyamán van minden nap testnevelés óra. A sporttagozaton nem csak a fizikai felkészítés folyik, hanem sportág ismereteket, sportpszichológiát is tanulnak. Jó látni ilyen jól felszerelve az ötvös csarnokát és ilyen sok emberrel. Szüksége van az ötvösnek egy ilyen bemutatóra? Hát ahogy a mondás is mondja, jobbornak kell a cégért. Én szerintem igen, szükség van rá. Szeretnénk minél több gyereket ide toborozni az ötvös gimnáziumba, a sporttagozatra, ahol nagyon fontos, hogy össze tudják hangolni a sportolást és a tanulást. Kiknek szól ez a mai nap? Alapvetően a 7.-8.-osoknak, tehát akik a közeljövőben fognak idejönni, nyilván nekik egy friss élmény lehet ez a bemutató. De ezen kívül másoknak is szólhat, kisebbeknek, nagyobbaknak, a gimiseknek is, a saját intézményünkben, hogy lássák a többiek, hogy mivel foglalkoznak a társai. Visszajelzésekből mire lehet számítani, milyen érdeklődésre? Hát nem tudom pontosan, hogy milyen az érdeklődés. A két nagy iskolából jönnek, a Vaszariból és a Kőkutiból, és még innen-onnan jelezték. Jönne a testvér intézményünk, ha lehet így mondani, a Budapesti Ötvös Gimnázium, ők középiskolások, de rendszeresen részt vesznek a rendezvényeinken, és hát reméljük, hogy a különböző helyszínekkel majd bekapcsolódnak még a diákok, érdeklődők. Ahogy néztem a programot, hát itt valóban nem lehet nem választani valamit. Hát megpróbáltunk a teljes palettából meríteni, 20-25 sportág
van jelen, illetve lesz jelen, és hát reméljük, hogy a sok színűségünket ezzel be tudjuk bizonyítani. Ez azt jelenti, hogy ennyi sportág jelen van az ötvösbe, vagy van közt olyan, ami kuriózumként szerepel? Is. Válaszom is. Nagyon sok, ahogy mondtam a megnyitóban is, a három alapsportágon, amivel beindult a sportágazat, a kézilabda, a vívás és a kajakkenun kívül, mindig is arról voltunk ismeretesek, hogy több sportágban sportolnak a diákjaink, és így összejön ez a 20-25 sportág, amiben valóban van kuriózum, ebből majd tudunk mutatni. Úgy hallottam, ez az első ilyen rendezvény, ez ezek szerint akkor most már majd rendszeres lesz? Reméljük, hogy hagyományt tudunk belőle teremteni. Egy nagyszerű pályázati lehetőséget kaptunk, aminek segítségével tudjuk ezt a rendezvényt megszervezni. Ha van rá igény, és jól sikerül a rendezvény, akkor szeretnénk jövőre is, igen. Mennyire volt nehéz összerakni ezt a mai napot? Nehéz is volt, meg könnyű is volt. Nagyon sok sportág vezetője adta magát, és jó pár sportágat úgymond meg kellett biztatni, hogy eljöjjön és megmutassa magát. Nagyon jó lehetőségeink vannak, kis termünk van, csarnokunk van, és mi a gimnáziumban ezt használjuk is rendszeresen, többfajta sportágra. Nyilván akik ide jönnek, azok meg vannak fertőzve sporttal. Tagozaton kívül mennyire népszerű a testnevelés? Népszerű a testnevelés, nem mindegyik sportot kedvelő gyerek vállalja be, diák vállalja be a tagozatot. Úgy gondolja, hogy sportol egyesületben, és neki ez az elméleti tudás, ami a sporttagozat ad, az nem kell, rosszul gondolják, de nagyon sokan vannak, mondom, akik a tagozatosokon kívül is, hogy rendszeresen és szakosztályban komolyan sportolnak, egyesületi munkát végeznek. Mire lehet számítani most az elsősök közül? Hányan lesznek majd? Úgy gondoljuk, hogy a 20-25-30, inkább 25-30 diák az, aki rendszeresen ezt bevállalja, ezt a plusz nulladik vagy hetedik órás, heti egy nulladik órás képzést. Tehát ilyen arányba szoktak jönni, ami jó is, mert ez még kezelhető. Hogy az előbb is hallhatták, a most megszervezett sportágválasztó bemutatkozik a sportágozat nap azt a célt szolgálja, hogy figyelmet fordítson a továbbtanulás előtt álló gyerekek választására. Itt bemutatkoztak a sportágak, a tanulók láthatóan örömmel készültek, és örömmel fogadták a bemutatók után a tapsokat. Erre a bemutatóra külön kellett készülni, mennyire voltatok lelkesek? Hát lelkesek voltunk már kora reggel, dobogott a szívünk, de nem olyan nagy készület nem volt rá. Tesi órákon készültünk egy kicsit, de együtt a csapat egyáltalán. Mi az, amit be fogtok mutatni? Hát be fogjuk mutatni mindegyik szeret, a korlátot, a nyújtót, talajt, ló és stb. És ezen elemeket, hogy mit tudunk. Mennyien tornáztok fiúk közül a ötvösben? Hát külön edzés nincsen, szóval én nem tudnám megmondani, de szerintem maximum 10 vagyunk így fiúk. És miért pont a torna mellett döntöttetek, vagy mást is csinálsz azért? Hát először 4 évet atlétikáztam, aztán a torna jobban megtetszett, mert változatos egy sport, és így elkezdtük ezt, és így magában ragadott a torna. Azért óriási különbség van atlétika meg torna között, azért a torna lényegesen nehéz. Hát sok különbség van, sok alap van a tornánál, tehát a legkönnyebb gyakorlatoktól van a halálos gyakorlatig. Sokban különbözik nagyon. Melyik a kedvenc szered? Nekem a korlát és a nyújtó. Hát majdnem a két legnehezebb. Igen, azért, mert inkább az erőelemekre hajtok, és azok mennek szóval inkább azért. Végzős ötvösesnek mit jelent ez a mai nap? Hát, mivel már az összes verseny véget ért, így a tornát, és illetve az úszást illetően, ez egy lehetőség arra, hogy még mindig tornázzak, megmutassam, hogy mit tudok, és hogy mit csináltam én 12 évig. És mennyivel vagy több, mint amikor elkezdted? Más edzőim voltak 8 évig, többek között Béla bácsi, aki most itt van. Hát általánosban nem volt a korlát, ez egy új szer, de nagyon, nagyon tetszik, és ez az egyik kedvencem most már, mert jól megy. Tudnád ajánlani bárkinek a tagozatot? Igen, természetesen, nagyon jó. Ma reggel is volt sportelméletórám Szurcsik tanár úrral, és nagyon érdekes, akit érdekel a sport, annak tényleg hasznos szerintem. Ez a továbbiakban is benne lesz az életedben, akár választottként, akár szabadidőként?
Hát inkább szabadidőként, mert nem ebbe az irányba szeretnék tovább tanulni, viszont gyerekkorom óta ez a életem része, szóval így szeretném folytatni. És ez a két sportág akkor meg is marad, bár a tornának gondolom kevesebb lehetősége lesz. Hát igen, de hát az úszás az mindenképpen, tornát is, ha más nem a talajtornát, ezt szeretném folytatni és fejlődni benne. A sportnapon ellenőrizhették a tanulók azt is, hogy milyen a fizikai állapotuk. Délelőtt mehettek az orvosi szobába, ahol különböző mérésekkel képet kaphattak önmagukról. Magasság, súlymérés, testtömegindex, és jó tanácsok, hogy még egészségesebbek legyenek. Egy tagozatos iskolában más jelent egy ilyen rendelő használata, hogy így fogalmazzak, mint egy másik iskolába? Igazániból ugyanazt a szűrést csináljuk. A tagozatos osztályokban is, mint a nem tagozatos osztályokban. Tulajdonképpen tetőtől talpig megvizsgáljuk a doktornénivel együtt a gyerekeket. Megmérjük a súlyukat, magasságukat, megnézzük, hogy jól látnak-e, jól hallanak-e, megnézzük a vérnyomásukat, és a doktornéni megvizsgálja a tüdejüket, szívüket. Most egy szuper mérlegünk van, amivel testtömegindexet is tudunk számolni, testzsírt is tudunk számolni, és akkor felhívjuk a figyelmüket, ha esetleg egy kis túlsúlyakat, vagy nagyon vékonyak, és akkor biztatjuk őket, hogy sportoljanak. Ennyiből áll. Egyébként jönnek maguktól is a gyerekek, vagy akkor, hogyha baj van? Hát nyilván, ha baj van, akkor jönnek, de egyébként behívjuk őket, tehát két évenként van kötelező vizsgálat, tehát a gimnáziumban a 10.-12. osztályban van kötelező vizsgálat, de igyekszünk minden gyereket minden évben leszűrni, ha erre lehetőségünk van. Mennyire egészségesek? Hát nagyon kicsi az állóképességük, tehát készülünk a ballagásra, és már készítem a takarókat, mert elájulnak a napon, tehát hogy nem tudnak állni. Nagyon sokat ülnek a számítógép előtt, rossz a tartásuk, nem szeretnek mozogni, sajnos. Tehát sokkal többet kéne mozogjanak, kirándulni, családi programokat kéne csinálni, sportolni többet. És így a tagozat meg a többi között érezhető különbség? Persze, persze érezhető különbség. Tehát azok a gyerekek, akik rendszeresen mozognak, sokkal jobb az állóképességük, sokkal fittebbek, nincsen túlsúlyuk, mert azok a gyerekek, akik nem mozognak, azoknak általában túlsúlyuk van, és akkor ebből adódó betegségek, magas vérnyomás például, vagy a cukorbetegség, tehát ezek kialakulnak. Szépen gyűjtögeti pontjait a TAC MB2-es női kézilabda csapata. Legutóbb február 27-én kaptak ki a bajnok esélyes Pilisvörösvár otthonába, azóta 6 nyertes meccs van mögöttük. A sorsolás veszélye folytán a bajnokságban hátralévő 3 fordulót hazai pályán játsszák. Először a Cseper DS együttese vendégkérkezett az ötvös csarnokban. Ahogy már többször említettük, a TAC a dobogó második fokáért hajt, amire a múltkori hazai Solymár elleni győzelem után egyre nagyobb az esélye. A vendégek a 9. helyen állnak, az eddigi 19 fordulóban 16 pontot gyűjtöttek. Ősszel november 21-én otthon sikerült megverni a csepelieket 31-25-re. A TAC a Halasi, Zsótér, Sajó, Kulcsár, Szőcs, Májer völgyi összeállításban kezdett. Az elején felvált verstek a gólok, a 10. percben is 5-5 volt az állás. Csányi edzőt gondolta úgy, hogy időt kell kérni már a 12. percben. Főleg a támadójátékban látott olyan dolgokat, amiket meg akart beszélni a lányokkal. A 14. percben először vezetett a Csepel 7-6-ra, de aztán Völgyi és Kulcsár góljéval 4 perc múlva már 11-8-ra nálunk volt az előny. Halasi nagyon jól védett, zicserek akadtak el benne, néha bizony kiszolgáltatott helyzetben mutatott be bravúrokat. Sajó bátran elvállalt egy átlövést és kapufás gólt lőtt. Szőcs sokat vállal magára, pedig néha láthatóan sántikál. Szétnyílt előtte a fal, és nem hibázta a lehetőséget, majd egy labdaszerzés után Kulcsártól kapott átadást, és lerónásból volt bele eredményes. Kulcsár jó labdát kapott a vonalon, befordult, de a lövése a kapusról az oldalvonalon kívülre pattant. A bedobás után ismét hozzákerült a labda, de a játékvezetők belemenést láttak, és a vendégek jöhettek. Lengyel Tóti már néhány perce támadás is bent van, és jó labdát kapott beállós poszton, amit ki is használt, a jobb sarokba lőtt. Nagy üdvrivalgás fogadta a találatát. Ha már pályán van Lengyel Tóti Rita, akkor az előbbi gólja után most büntetőt harcolt ki. Befordulás közben rántották le hatoson. A megítélt 7 méterest Völgyi keményen bevágta, beállítva félidéig 18-9-et TAC vezetést.
nehéz kezdés után magabiztos a vezetés. A második játékrészt Weber kezdte a kapuba, és a lábát fájlaló Szőcs is a kispadon maradt. Mayernek a mérkőzés elején nem nagyon sikerültek a lövések, vagy a kapus védett, vagy nem találta el a ketrecet. Most jobban kezdett, és egymás után kétszer is elvállalta az átlövést, amiből két gól született. Sajónak már az első félidőben is mondta Csányi edző, hogy vállalja el bátran az átlövést. Ezúttal elvállalta a fal előtt, és felugorva kipúpozta a hálót a kapu jobb oldalán. Ebben a játékközben Sajó és Mayer többször is jól játszott össze. Ezúttal is kettőjük akciójából lőtte Mayer harmadik gólját. A 40. percben Völgyi, Mayer, Völgyi passzok után a betörő Völgyi jó ütemben kapta vissza a labdát, és szép gólt lőtt a vonalról. A 43. percben lett az eddigi legnagyobb különbség a két csapat között, 25-15-nél 10 volt közte. Időt is kért a vendégek edzője. Völgyit betörés közben rántották le, amiért járt a 7 méteres. Sajdli megmozgatta a kapust és belőtte a büntetőt. Könnyen előjük a labdákat és pontatlanul. A védett lövésekből gyorsan indulnak a vendégek és jól fejezik be a lerohanást. Csányi edzés úgy gondolja, hogy valamit változtatni kell, időt kér. Hosszabb játékot kért, ki kell várni, amíg a védők kilépnek. Következik az utolsó 7 perc. Tatai támadásnál kapcsolódunk bele a mérkőzésbe, akkor, amikor 7 perc van hátra, és 30-23-ra vezet a hazai gárda. Na azért nem volt ez végig ilyen sima, de minden esetre az első fél idő második felétől kezdve egyre inkább fölénybe került a TAC. Most viszont egy 10 perce sorozatban lőjük el hamar a labdákat, és a vendégek rendszerint lerohanásban eredményesek voltak, pedig az előbb időt kért Csányi edzés, akkor külön felhívta a figyelmet, hogy hosszabban kell játszani, meg kell vágni, amíg a keresztmozgásokra kilépnek a védők. Ehhez képest elég gyorsan előjük, és kicsit felelőtlenül, általában középen, ahol a két legmagasabb embere van a Csepelnek. Ezúttal szabálytalanság, Sajó kerül a földre. 3 gólos eddig. Jöhet a szabad dobás, Sajdli várta volna, most a utasítást várta a kispadról. Ő irányít, Mayer, Sajdli, Völgyének rossz, de előtte már szabálytalan volt. A vendégek edzője elég sokszor reklamál a második játék részbe. Megint egy elhamarkodott lövés, a vendégek kapusa most már nem először véd jól. Viszont ezúttal Weber Kitti is bemutat egy bravúrt. Mind a két kapusunk jól véd az elsőbe, Halasi kimondottan bravúrokkal őrizte meg sokszor a hálót a góltól. Elég nehezen indult a meccs, 7-7-ig fejfej mellett haladtak a csapatok. Onnan léptünk el 11-7-re, és utána már egyre nőtt az előny, a fél időben már 9 volt. És a 43. percben volt először 10 közte, aztán a sok eladott labda után följöttek a vendégek 7-re. De Weber megint egy jó védés, Kulcsár elég lassan kapta a labdát, ellépte a labdát, pedig Sajónak is adhatta volna, ha Kulcsár Gyöngyi egy kicsit jobban figyel. Elég ilyen rohanósnak, sokszor kapkodónak tűnik mind a két csapat játéka, de ebből egyelőre most a vendégek jönnek ki jobban. A második fél időben már 15 gólt lőttek, és eddig nyerik a második játékrészt. Sajli, Mayer, Sajó, Zsótér van még benne, Völgyi és beállóba Kulcsár. Megint egy rossz lövés Mayertől, az első fél idő elején sem nagyon ment, az első negyed órában nem talált kaput, és most egy csepeli időkérés. Mind a két padhangos volt a időkérés alatt, a vendégek megérezték a lehetőséget, hogy minél kisebb arányú vereséget szenvedjenek, még a hazai kispadnál. Azért egy-két jó tanács elhangzott a
további játékot illetően. Egy szabálytalanság, Lengyel Tóth Irita. Gól is fűződik a nevéhez az első félidő vége felé. Aztán elég sokat játszott támadásban is a második félidő elején. Továbbra is a vendégeknél a labda. Egy átlövés, ami megpattan a védőkön. És Weber kit, és Halasi állt vissza az utolsó pár percre. Kijönnek emberfogásra a vendégek. Új emberként pedig nálunk Nyitrai Viki is pályán. Szőcs Fanni is visszatért. Az első fél időben végigjátszott, a másodikban most játszik először. Kicsit húzta a lábát. És Csányi edző mondta, hogy inkább vigyázzon magára. Igen, egy jó sánsz, közben szabálytalanság miatt marad a hazaiaknál a labda. Kulcsán Gyöngyi minden rafinériát bevetette ebbe a gólszerzésbe, de játékvezető kiszúrta. Most jött a szabaddobás, Szőcs. Sajónak megcsinálták a helyet, aztán az ejtésből a kis vendégkapus. Parupar védett. Beállóva ott a egyedül maradt Kis Balázs, továbbra is emberfogás, mond a vendégek mestere, és bizony a 10-ből 5 maradt. Zsótér ellen szabálytalankodnak a vendégek. Edzőjük térden állva könyörög a játékvezetőknek, de hát valóban lerántották. Szőcs nagyon fölé dobta, nagyon kapkodó a játék, lehet, hogy még Csányi edzés időt fog kérni a vége előtt, bár most már csak másfél perc van hátra. Kulcsár védekezett jól, marad a vendégeknél a labda. Nehezen bírunk sorssal, bár a legtöbb gólt a 67-esen játszó Pártos szerezte. Szűcs volt szabálytalan. Beállóval újból egy gól, megint Kis Balázs, harmadik gólja már ebben a félidőben, és bizony 4-re csökkent a tatai előny, de hát egy perc van hátra. Most kér időt a hazai gárda, Csányi edző úgy gondolja, hogy még egy percig tud valamit mondani. A vendégeknél kicsit tovább tartott az időkérés, nagyon belelkesedtek itt a végére. De hát érthető, hiszen az utolsó 7 percben csak ők dobtak gólt. Sajó most csak szívszó után tudta belőni. Fél perc van hátra, ezt ha ügyesek vagyunk, gólig kell játszani, ki nem fogjuk tudni játszani, hanem inkább, mert láb volt Kulcsár. Mehet tovább, de eléggé nyilvánvalóan belökték. Még a végére marad egy vendéggól. Nyolc másodperc maradt, mire elkezdjük, már csak 5. És ha szűken is, de azért a győzelem megvan. Tac Csepeldélyese 30-27. Az utolsó időkérés már az örömé volt, megvan az ezüstéröm. Igen, mindenféleképpen, ugye a mérkőzésnek a tétje az volt, hogy ha itt győzünk, akkor már mindenféleképpen ezüstérmesek vagyunk. Mérkőzés nagy részében úgy gondolom, hogy egy 50 percig ennek megfelelően is játszottunk, elértük ezt a sikert, örülök neki. Nekem semmi problémám nincs abban, ha az utolsó 10 percben már esetleg máshol jártak a fejek. Kicsit nehezen indult 7-7-ig úgy fej-fej mellett, úgy tűnt, mintha nagyon korán lenne. Ez a csapat egy jó, erős középcsapat, mindenkivel szoros mérkőzéseket játszik, tehát erre számítottunk. A 35 és a 45. percben terveztük azt, hogy olyan előnyre teszünk szert, hogy szerencsés esetben már onnan meg tudjuk nyerni simán a mérkőzést. Ez körülbelül így is alakult, erre számítottunk. Nem nagyon lehetett beállóból gólt szerezni, nagyon keményen védekeztek, még akkor is, hogyha nagyon sok technikai hibát követtek el a vendégek.
Igen, elég erős faluk van fizikailag, de szerencsére vannak olyan összejátékaink, keresztmozgásaink, amivel ki tudjuk őket mozgatni, és így végül is elég sok gól sikerült lőni. Nagyon jó volt a kapus teljesítmény, de a két kapus remekül védett. Igen, hál' Istennek a Kinga, ha a edzésre nem is tud járni, de a mérkőzésekre eljön, segít nekünk, és hát bravúros formában véd az utolsó 3-4 hétben. A Kitty visszatért egy nagy sérülésből, második mérkőzése volt két edzés után, azt mondom, hogy az is megköszönhetjük, hogy segít nekünk. Elég nehezen indult számomra, meglepő volt az első negyed órai játék. Hát számunkra is. Hát igazából ugye kevesen vagyunk, nehezen tudunk mostanában gyakorolni, meg hát nem lehet minden meccsen ugyanúgy elkezdeni a meccset. Hát, de hál' Istennek azért a végén az megint elég rosszra sikerült, de hál' Istennek a mérkőzés közepén tudtunk annyit gólt közé tenni, hogy nem volt probléma a végén és az elején a bénázásunk. A végében már benne volt az, hogy már tudtátok, hogy a meccs megvan, ez az is téren megvan, és egy kicsit alább hagyott a figyelem. Igen, igazából nehezebb is, természetesen megcseréltünk is, ugye, és teljesen más, hogyha valaki más játszik. Nehezebben értettük meg egymást, és hát sajnos a vége lerohantak, mert ők elég lelkesek voltak, ugye, hogy a 10-ről föl tudtak jönni 3-ra, 4-re. Nekünk már annyira ugye nem volt fontos, sajnos lerohantak, mi elfáradtunk, azért mégiscsak 7-8-al játsszuk végig a meccset, úgyhogy sajnos csak 3 lett közte, de az a lényeg, hogy nyertünk. Te meg sántikáltál az elején. Igen, hát sajnos pénteken edzésen kicsit meghúzottam, és kijött a meccs elején. Izgultam, hogy egyáltalán fog menni a játék, de hál' Istennek nem csak egy támadásról voltam jó, hanem 25 percet tudtam játszani. A végén már mondta a Csacsa is, hogy ne erőltessük, már ment a többieknek is a játék, úgyhogy kicsit tudtam pihenni. És sajnos most remélem, hogy a következő meccsen is tudok majd játszani, és nem lesz komolyabb. Ugye vannak még hazai meccsek, hál' Istennek most már csak itthon játszhatok, ez azért gondolom, hogy jobban tetszik. Igen, bár idézőjelben most jön a neheze, ugye hát eddig a motiváció szerencsére mindig magas hőfokon volt mindenkiben. Most azért, hogy megvan ez az ezüstérem, előrébb lépni már nem tudunk, így nehéz lesz úgymond jól teljesíteni, de mindenképp megpróbáljuk. Hiányzóink lesznek több okból is, hát a fiatalok valószínű, hogy lehetőséget kapnak. Úgy gondolom, hogy ez az ezüstérem egy szép teljesítmény volt ebben az évben. Továbbiakban győztek a TSS és lányok kosárlabdában, Süttőt verték a női focisták. A Tatai Sport Egyesület 2000-ben alakult meg. Fiú és lány vonalon U11-től U23-ig foglalkoztatnak csapatokat. A férfiak az MB2 nyugati csoportjában játszanak, míg a nők az NB1 amatőr bajnokság nyugati csoportjában szerepelnek. Az alapszakaszt a lányok 3 győzelemmel zárták, így a rájátszásban a 17-20. Helyért küzdenek. A keleti és a nyugati csoportból is 2-2 együttes oda-vissza alapon körbejátszik egymással. A TSS Kislenke kosárlabda egyesületnél vendégeskedett és 174-es vereséget szenvedett. Szombaton játszották a Vaszori csarnokban a visszavágót. Hazaiak nagyon készültek, meg akarták mutatni, hogy sokkal jobban is tudnak játszani. Jól is indult a mérkőzés, és az első negyed 25-23-as TSE vezetéssel zárult. A második 10 percben is nagyon figyeltek a lányok, és sikerült behúzni ezt a negyedet is, így az első félidőben 46-40-re vezetett a tatai csapat. A harmadik játékrész sok pontatlan dobást hozott mindkét oldalon, ezzel magyarázható a kevés kosár. 14-10-re a vendégek hozták ezt a negyedet. Az utolsó játékrészben a KSE kezdett jobban, és az 56-58-ra is vezettek. Szabó Judit biztatta a lányait, akik elkapták a fonalat, előbb egyenlítettek, majd 66-60-os TS vezetésnél a vendégek edzője időt kért. Kis Juditnak jöttek a triplák, Strupka több jó betörése hozott pontot, közben javultunk a lepattanók szedésében is. Következett az utolsó 2 perc. 2 perc 14 másodperc van hátra a mérkőzésből, és 74-62-re vezet a TSE. Azt mondom, hogy nem sok idő, de hát kosárlabdában ilyenkor szokott nagyon hosszú lenni a meccs, amikor már a személyhívákkal meg vannak tűzdelve a csapatok. Kislenke van sötétben. Egy 3 pontos kísérlet, ami lejön, és most lepattanót szerzünk, nem sokszor volt ez, de most ügyesen kizártuk a
támadókat, ez bizony személyéba. A vendégek 15-es játékosa követte el. Így két büntetőhöz jutnak a hazaiak, 74-62. Hazai oldalon egy személyéba van csak ebben a negyedben. Nagyon jó védekeztünk, azzal együtt is, hogy volt, amikor a támadó lepattanókat a vendégek gyűjtötték be. Első nem jó. Második sem, viszont elügyetlenkedték a vendégek. Vagy mondjuk azt, hogy a hazaiak voltak nagyon szemfülesek és szigorúak. Így aztán most egy teljes támadóit. Nagyon szép lett volna a legkisebbtől egy szép dobás. Egy távoli hárompontos! Ebben a negyedben már a negyedik hárompontos a TSE-nek, és talán ez segítette most a csapatot a egyre magabiztosabb vezetéshez, és most már azt kell mondjam, hogy talán a győzelemhez is, bár még egy perce mindig kívül vannak. A vendégek szórják a hármasokat, legalábbis a kísérleteket, de nem jönnek be. Ilyenkor már nem sok variáció van 10 pont fölötti hátránynál a vesztes csapatnak, vagy a vesztésre álló csapatnak. Meg kell próbálni dobni a hármasokat. De most nekünk nem jött be, ez már túl szép lett volna, ha mindenbe megy. Egy lerohanás, szépen fejezték be, még egy plusz egy is van. De most már belül az utolsó percen, 48,8, akkor, amikor 77-64. Egy plusz dobása van a vendégeknek. Idegenben 174-re. Kapott ki a TSE, ez bemegy, most már 12 pont a hazai előny, be kell dobni, így van. Megpróbálják bent tartani a vendégtérfélen a labdát. Nagyon szép! A negyedik negyed az tényleg a TSE-ről szól. 66-60-ra vezetett a TSE, amikor a vendégek időt kértek, gondolom. Megpróbáltak még egy utolsó hasznos pár percet tanácsként adni, ez nem jött be, sőt azóta teljes egyre magabiztosabb. Még nekünk is lesz egy támadó élénk, hiszen 35 másodperc van hátra, 80-65, tehát 15 pontos hazai előny. Egy szép pincér, és még mindig lesz néhány tized a vendégeknek, hogyha ezt befejezzük támadó időn belül. Ezt végig kell játszani, aztán lehetőleg a végén dobni egy vagy két, vagy nehogy Isten három pontot, és akkor már mindegy, hogy mit támadnak a végén a vendégek. Ez nem jön be, így aztán két másodperc, most már semmi. Még egy kétségbeesett kísérlet, nincs szóla az ajak. Vastaps hazai közönség, Vastaps a dudája, TSE Kislenke, Kosárlabda Egyesület, 80-67. Tegyülnek a skalpok. Igen, ez egy nagyon jó mérkőzés volt. Ugye ott egy, mondjuk azt, hogy egy nagy vereségbe beleszaladtatok, nem volt idő melegíteni, most viszont ezek szerint volt idő melegíteni? Volt, de ott nem csak a melegítése volt a probléma, az egy pici pálya volt. Rendkívül gyors játékot igényel, mi pedig kihasználjuk a nagy pályán a futó teljesítményünket. Ott nem is tudtunk futni szinte, nem tudtuk lefutni őket. Itt most látszott, hogy a visszarendeződés is nagyon jó volt, visszaértünk addigra, mire ők elkezdtek támadni, és az átmeneti játékunkkal se volt gond, tehát mi is meg tudtuk indítani olyan gyorsan, ahogy akartuk. Ők játszottak más most, vagy mi? Szerintem ők a nagypályán nem tudták azt a mozdulatgyorsaságot kihasználni, ami nekik van a kispálya révén. Jól dobtak a lányok, és hát a harmadik negyed az kimondottan jó volt. Igen, mind a ketten jól dobtunk, tehát mi is jól dobtunk, és ők is nagyon jól dobnak. Tehát a statisztikai lapon majd biztosan látni lehet, hogy van olyan kislány náluk, akik 100%-os volt. Úgyhogy a dobó teljesítmény mind a két részről nagyon szépen ment ma. Kivel volt a legelégedettebb így gyorsan meccs után? Az egész csapattal. Ugye ez most a 17-20. Helyért egy körmeccs, ugye még van egy Szolnok ellen, igen, ti jutottatok legjobban a három győzelemmel be. Most még van 19-én vagy 17-én egy hazai meccs.
Igen, a Szolnok ellen mi várható oda vissza? Előtte. Még nem játszottunk a Szolnokkal. Úgy tudom, hogy a Szolnok nem ilyen gyors játékot játszó csapat, viszont rutinosabb, 20 évesekből tevődik össze nálunk, azért sok a fiatal. Meglátjuk, hogy mit tudunk tenni. A gyorsaságunkra fogunk hagyatkozni, azt szeretném legalábbis. Én úgy képzelem. Tehát úgy látod, hogy nekünk akkor van esélyünk, hogyha tudunk gyorsan játszani. Így van, ha az átmeneti játékot olyan szintre fel tudjuk gyorsítani, hogy ne álljanak fel, tehát ne legyen felállt védekezés, úgy, ahogy a Tatabánya ellen. Én azt remélem, hogy ez eredményt hozza. Engem ilyen kis tartalékként hagytak a padon, de ez volt a kellemes meglepetés az ellenfél számára, hogy mint kezdő ötösben lévő játékos ültem, és vártuk a végét, hogy mire mindenki elfárad, akkor fordítás. Nagyon gyors volt a negyedik negyed, ott nagyon futottatok. Igen, nekünk kellett gyorsítani az átmeneti játékot, és arra hajtottunk, hogy az ellenfél támadását lassítsuk. Nagyon kellett figyelni, mert nagyon sok támadó lepattanót szereztek, hogy kicsit nyuszik voltatok a saját palánk alatt. Igazából csak a védő lepattanóra próbáltunk most rámenni, mert hogyha azt megszerezzük, gyors indításból le tudjuk futni őket. Azt játszották egyébként, amit vártatok? Igen, azt vártuk, hogy nagyon erőteljesen, lendületesen akarnak majd betörni, és mindig a befelé futó játékost kellett leütköznünk ahhoz, hogy meggátoljuk a támadásukat. Igen, azt láttam, hogy a negyedik negyedben többször hagytátok három pontosról kísérletezni őket, mert az nem nagyon ment nekik most. Az első fél időben jól dobták, de mivel kifáradtak, most már nem tudták úgy megtartani a dobást a végére, úgyhogy arra számítottunk, hogy majd a lendületükre támaszkodnak. Dobtál 4-3-ast, szerintem ebből 3-at a negyedik negyedbe. Ez benne van a te játékodban? Mered bevállalni? Muszáj volt bevállalni. A többiek most nem voltak elszakadva a pályán, úgyhogy üres helyzetben voltak. Bíztak bennem, muszáj volt. Folytatódott a női U17-es csökkentett pályás labdarúgó bajnokság. A TASZ lányok a negyedik tavaszi meccsüket játszották, és eddig 50%-os a mérleg. Az első fordulóban balszerencsés vereséget szenvedtek a Fortunától idegenben, az első hazai meccsen 12-0-ra verték a Szákszendet, még legutóbb Nádaslajonban játszottak X meccset. A bajnokságban 10 csapat játszik, és 3 fele szakadt a mezőny. Az első 4 csapat jelentős előnyben van, az 5-9. Hely között mindössze 3 pont a különbség, és pont nélkül 10. a Szákszent. A Taca 9. helyen áll 12 ponttal, mostani ellenfele 2 helyjel, és a tataiakkal azonos ponttal állt a tabellán. A Tac a Hajdú, Hartai, Tóth, Kugler, Barta, Sek nagy összeállításban kezdett. Seffer edző azt kérte a lányoktól, hogy nagyon figyeljenek oda, oda kell állni az ember mellé, és ha van rá lehetőség, bátran lőjenek. Rögtön a hazaiék léptek fel támadólag, nagy mezőny fölében játszottak, és voltak helyzetek is. Egyet Barta révén sikerült kihasználni, aztán akár meg is duplázhatta volna a góljai számát, de kihagyott egy büntetőt, így a félidőben 1-0-ra vezetett a Tac. A második játék részben is jobbára a Tac támadott, a Süttő védekezett. Kezezés miatt rukatott szabadrugást Barta úgy 10 méterre a Süttői kaputól. Három tagú a sorfal, és Barta lövése alig került el a kaput. Újabb szabadrugás ezúttal középről, 15 méterről. Ismét Barta állt oda, és nagy erővel lőtte a kapus fölött a hálóba, csapata és saját maga második gólját. A 41. percben szép akció végén 3 húzásból került gólhelyzetbe Barta, és kilépve a védők között, a kapustól is szorongatva lőtt a bal sarokba. Jó támadás, 2 jó passz után nagy egyedül vezethette a labdát a kapura, és biztosan lőtt a bal sarokba. Bartával nehezen bírnak a vendégek, lendületesen indul, bátran cselez, és egy ilyen támadás után a negyedik gólját szerezte. Maga biztosan játszva, megérdemelten nyert 5-0 arányban a Tac. Egy hét alatt 5 gól, nem rossz teljesítmény, hétfőn 1, most pedig 4. Hogy érzed, milyen volt a játék? Szerintem nagyon jó volt a játék, bár számítottunk a nagy küzdelemre mindkét meccsen. Végül is 2 előttetek lévő csapattól vettetek pontot, ugye hétfőn 1-et, most pedig 3-at. Ez benne volt, így terveztétek? Igen, így terveztük. Jobbra is számítottunk. Azzal együtt rúgtál 5 gólt, hogy 2 büntetőt ki is hagytál. Hogy érzed ezt? Miért maradt ki? Hát nem tudom. Az nagyon nagy hiba volt. Inkább a hétfői volt nagyobb hiba, ugye, mert a győzelembe került. Most azért sima volt a győzelem, hiszen 5-0-ra nyertetek.
Mind a kétszer földre rúgtad, úgy védte a kapus? Igen, az egyiket felsőre, és úgy. A felkészülés alatt többször beszélgettünk, lehet, hogy most kamatozik a hosszú téli felkészülés? Hát igen, én is úgy látom, hogy az eredménye megvan. Ezt a lányokkal még annak idején meg is beszéltük, hogy az őszi szezon ugye be kellett, hogy áldozzuk arra, hogy egyáltalán a bajnokság légkörét megismerjük. Utána egy elég kemény téli felkészülést csináltunk futszáltornákkal együtt, és remélem, hogy ennek az eredménye látszik most. Végül is a tavaszi mérlegetek jó, hiszen két győzelem egy döntetlen. Azért az első vereség az kicsit fájó. Fájó annál is inkább, ugyanis én azt gondolom, hogy ott is játékban sokkal jobbak voltunk. Kapura lövésben bőven felülmúltuk az ellenfelet, sajnos nem sikerült betalálni, és ők 3-4 támadás alapján egy gólt találtak, és így 1-0-ra kikaptunk. Azóta valóban ezen a három meccsen több pontot szereztünk, mint ősszel összesen, úgyhogy én bízom az ilyen folytatásban. Bár hozzáteszem, hogy elég fokhíjas a csapat, tehát a kezdő csapatból 3-an sérültek per pillanat. Most is a meccs végén történt egy sérülés, reméljük nem lesz komoly, de bízom abban, jövő hétre ők felgyógyulnak, és akkor Bábolna ellen már teljes csapattal tudunk kiállni. Most ugye hétfőn játszottatok, azért itt kevesebb pihenő volt, lehet, hogy ez is benne van a sérülésbe? Elképzelhető, nagyon kemény meccs volt hétfőn. A forduló előtt harmadik helyezett Nádas Ladánnyal játszottunk egy 2-2-es döntetlent, ami én azt gondolom, hogy egy tartalékos csapattal, mert már ott is kevesebben voltunk, nagyon nagy eredmény. Egy elég rossz minőségű pályán játszottunk, ahol szintén sérülésünk is történt, az egyik kapusunk sérült meg, és lehetséges, hogy a héten kicsit kevesebb idő állt ugye rendelkezésre a pihenőre. Az edzéseinket ugyanúgy megtartottuk, tehát elég kemény héten vagyunk túl. Barta Viki ma 4-et rúgott, úgy tűnik, hogy neki nem szabad büntetőt rúgni, mert közelről nem tudja betalálni a labdát. Nagyon sokat beszéltünk erről, a Viki nagyon el volt keseredve a kihagyott büntetők miatt, viszont abban állapodtunk meg, hogy roncson el inkább 100 büntetőt, és akkor megtanulja pontosan rúgni. És azt gondolom, hogy ez a mai kihagyott büntető, ez nem hagyott nagy nyomot benne. A góljának számán látszik ez, hogy túltette magát rajta. Előzetes következő adásunkból. Újból hazai pályán játszottak a női kézisek, futszálban jeleskedtek a 11 éves focisták, hazai meccset játszott a Tac megye első osztály labdarúgó csapata, vízre szállás az öreg tavon.